Üdvözlünk titeket a Tikitaka TV-n, ahol ebben a videóban az Unibet támogatásával 10 olyan játékost mutatunk be nektek, akikben szerintünk megvan a potenciál ahhoz, hogy a jövőben egy 100 millió euró értékű transfer részesei legyenek. 10. Christopher Nkunku. A Bundesliga 2021-2022-es szezonjának legjobb játékosának választották, a német kupa döntőjében pedig ő szerezte a Leipzig egyenlítő gólját a Freiburg elleni 2-1-re megnyert meccsen. A kelet-német egyesület ezzel története első jelentős sikerét aratta, amiben így Nkunkunak is egyértelműen nagy szerepe volt. A 24 esztendős francia támadó középpályás ugyanis 6 kupa meccsen 4 gólt szerzett és minden sorozatot figyelembe véve egészen elképesztő idényt produkált, hiszen 52 tétmérkőzésen 35 találatot és 14 gólpasszt jegyzett. Az RB Leipzig vezetősége nem is habozott, az eredetileg 2024-ig szóló szerződését a hihetetlen szezonja után további 2 évvel 2026-ig meghosszabbították, és állítólag rögzítésre került benne egy 60 millió eurós kivásárlási záradék is, ami viszonylag alacsony összegnek számít, elvégre a Transfermarkt becslése szerint a piaci értéke jelenleg 80 millió eurót kóstál. Nkunku egyébként a PSG-ben kezdte karrierjét, sokáig próbálta megvetni a lábát, de Mbappé és Neymar árnyékában nem sok babér termett a számára a francia fővárosi klubnál, így 2019 nyarán 78 tétmeccsel, 11 góllal és 4 gólpasszal a háta mögött búcsút intett a nevelő egyesületének. A lipcseiek viszont meglátták benne a lehetőséget, és a mindössze 13 millió euróért leigazolt játékos az előző szezonban bizonyítani tudta a kiválóságát, és könnyen lehet, hogyha így folytatja, akkor hasonló út vár rá, mint korábbi lipcsei csapattársára, Timo Wernerre, vagyis lecsap majd rá valamelyik európai sztárcsapat. 9. Alfonso Davies. A 21 éves kanadai játékossal kapcsolatban talán érdemes ott kezdeni a történetet, hogy már most a világ egyik legjobb szárnyvédőjének tartják. Pedig Davies nagyon kemény utat járt be, amíg idáig eljutott, ugyanis mielőtt megszületett volna, a szülei Monroviában, Libéria fővárosában éltek. Itt 2 polgárháborút is megéltek, majd egy gánai menekült táborba kerültek, és itt született meg Alfonso 2000 novemberében. A bajorokhoz 2018-ban került, mindössze kicsivel több mint 10 millió euró fejében, azóta pedig sorozatban 4 német bajnoki címet nyert, és 2020-ban a Bajnokok Ligáját is elhódította a Bayernnel. Idén az év labdarúgója lett az Észak- és Közép-Amerikai Konföderációnál, valamint kulcsszerepe volt abban, hogy Kanada 1986 óta először kijutott a november 21-én kezdődő katari világbajnokságra. A Transfermarktnál több mint 70 millió euróra becsülik az értékét, és az biztos, hogy ha egyszer eligazol Münchenből, akkor a világ egyik, ha nem a legdrágább védője lesz majd. 8. Rhys James. A Chelsea saját nevelésű fiatal játékosai az előző 2 szezonban bebizonyították tehetségüket, hiszen Mason Mount mellett az a Rhys James is alapember lett Thomas Tuchel csapatában, aki az előző idény során elképesztő számokat produkált. James ugyanis szélső védőként 5 gólig és 9 gólpasszig jutott a Premier League-ben, utóbbi mutatóban például a Manchester City kiválóságánál Kevin De Bruyne-nél is jobbnak bizonyult. A Chelsea saját nevelésű 22 esztendős focistája nemrégiben állítólag a Real Madrid ajánlatát is visszautasította, kifejezve ezzel a londoni klub iránti hűségét, ahol a hírek szerint Mason Mount-tal egyetemben új szerződést kaphat majd. Az új kontraktusban pedig feltehetően csillagászati összegű kivásárlás jár szerepel majd, bár a Transfermarktnál már most is 60 millió euróra tagsálják Rhys James értékét, és azt gondoljuk, nem is tévedhettek sokat a becslés során. 7. Florian Wirtz. 2020-ban 200 ezer eurót fizettek érte a gyógyszergyáriak, ma a 100 millió eurós átigazolás sem lenne meglepő az esetében. A Leverkusen megfigyelő hálózata mindig is nagyszerű volt, hiszen itt lett ismert többek között Michael Ballack, Arturo Vidal, illetve Kai Havertz is, és most megtalálták az újabb gyöngyszemet Florian Wirtz személyében. A 19 esztendős futballista már U21-es Európa-bajnoknak mondhatja magát, és bár az előző szezonban egy tércalak szakadás keresztül húzta a számításait, hiszen emiatt csak 31 tétmérkőzése léphetett pályára, de így is lőtt 10 gólt és kiosztott 14 gólpasszt. Gondoljunk csak bele, hogy milyen számokat hozott volna, ha az egész idényt végig játsza. Nem vitás, hogy már most az egyik legjobbnak számít a posztján, a Bundesligában. Rudi Völler, a Bayer Leverkusen sportigazgatója pedig egyenesen úgy fogalmazott vele kapcsolatban, hogy bár azt már a leigazolásakor tudták, hogy mekkora tehetség, de arra ők sem számítottak, hogy ilyen tempóban fog majd fejlődni. Nem véletlen, hogy a klubja nemrégiben egy évvel meghosszabbította az eredetileg 2026-ig szóló szerződését, igaz kisebb fajta csoda lenne, ha ezt kitöltené és nem vinné el 2-3 éven belül egy európai sztárcsapat. 6. Viktor Osimhen.
A 23 esztendős nigériai labdarúgó villámgyorsan lett Európa egyik legjobb középcsatára. 2019-ben a Lille mindössze 22 millió euróért szerződtette őt a Charleroi csapatától az Arsenalhoz távozó Nicolas Pépé pótlására, majd egy idénnyel később már 75 millió euróért lett a Napoli játékosa, amely nem mellesleg klubrekordot jelentő összeg volt az olasz csapatnál. Imáron egyértelműen kijelenthető, hogy Osimhen remek befektetés volt, hiszen a villámgyors támadó két év alatt 62 tétmeccsen 28 gólt szerzett a kékmezes csapatban, ami leginkább annak fényében egészen kiváló mutató, hogy mindkét olaszországi idényében elszenvedett két olyan komolyabb sérülést, amelyek miatt rengeteg találkozót ki kellett hagynia. Nem véletlen, hogy állítólag számos sztárcsapat érdeklődik már Osimhen játékjoga iránt, azonban a Dél-Olasz Egyesület vezetői közölték, hogy jelenleg nem eladó a nigériai csatár, akinek egyébként 2025-ig szóló szerződése van a nápolyiakkal. Azonban ha a következő szezonban sem sikerül elhódítani a Scudettót, amire 32 éve várnak a Napolinál, könnyen elképzelhető, hogy Osimhen a több sikerélmény reményében távozni fog Nápolyból, hogy egy nagyobb klubban is kipróbálja magát. És akkor ne legyen kétségünk afelől, hogy 100 millió euró körüli összeget kérnek majd érte a dél-olaszországiak. Látogass el a büntető.com megújult oldalára és olvass exkluzív interjúkat a sportvilág magyar és külföldi szereplőivel. Ezen kívül elemzésekkel, sportszakmai tartalmakkal, könnyed ismeretterjesztő cikkekkel és portrékkal is találkozhatsz. A linket keresd a leírásban. 5. Bukai Osaka. A 20 esztendős középpályást minden bizonnyal egész életében kísérteni fogja, hogy a 2021-es Európa-bajnokságon az ő rontott 11-ese után vesztette el Anglia a kontinens viadal döntőjét Olaszország ellen. Azonban a tény, hogy az akkor még 19 éves Saka oda mert állni a büntetőponthoz egy ilyen sorsdöntő pillanatban is, azt mutatja, hogy fiatalkora ellenére szinte már kész játékos. Érthető tehát, hogy miért ő az Arsenal egyik legféltettebb kincse. Saka a 2018-2019-es idényben mutatkozott be a felnőttek között az ágyúsoknál, még az Unai Emery érában, és szépen lassan kihagyhatatlanná vált az immár Mikel Arteta vezette együttesből. Eddigi pályafutása legeredményesebb szezonját hozta a mögöttünk hagyott idényben. A Premier League-ben ugyanis 11 gólt és 7 gólpasszt jegyzett, és őt választották a 2021-2022-es évad legjobb Arsenal játékosának. A mostanra már 18-szoros angol válogatott futballista, akivel kapcsolatban egyébként alig lehet olvasni átigazolási pletykákat, jelenleg nagyon boldog az Arsenalnál, ami érthető is, hiszen azzal, hogy az együttes mezét viseli, megvalósította a gyerekkori álmait. 2011-ben mindössze 10 évesen került az Észak-Londoniakhoz, és a ranglétrát szépen bejárva jutott el oda, hogy ma már a szurkolók egyik legnagyobb kedvence és a csapat egyik legmeghatározóbb futballistája legyen. A Transfermarkt már most 65 millió euróra becsüli az értékét, vagyis ha lesz olyan klub a jövőben, amely le akarja őt igazolni, akkor annak mélyen a zsebébe kell majd nyúlnia érte. 4. Rafael Leao. Az AC Milan által 2019-ben a Lille-től leigazolt 23 esztendős portugál támadó az előző szezonban robbant be igazán a köztudatba. A rossoneri bajnoki címében kulcs szerepet vállalt, hiszen 11 gól mellett 10 gólpasszt jegyzett, amivel pályafutása eddigi legeredményesebb idényét produkálta, és a Serie A 2021-2022-es kiírásának legértékesebb, azaz legjobb játékosának is megválasztották. Az elmúlt szezon során 98 sikeres cselt mutatott be, többet, mint bármely más labdarúgó az olasz bajnokságban, és ezek alapján érthető, hogy állítólag a Real Madrid, a Chelsea és a Manchester City is felfigyelt rá. A portugál szélsőnek 2024-ig szóló szerződése van a Milánnal, és a klub sportigazgatója Paolo Maldini már korábban elárulta, hogy Leaót csak a szerződésében foglalt 150 millió eurós kivásárlási záradék kifizetésével lehet elvinni a divat fővárosából. Leao ugyanakkor a hírek szerint idén még biztosan nem vált klubot, és csak az AC Milánra koncentrál, amellyel szeretné megvédeni jövőre a bajnoki címet. 3. Pedri. A 19 esztendős középpályás talán akkor ismerte meg igazán a világ, amikor 2020. októberében megszerezte élete első gólját a Barcelona mezében a Ferencváros elleni Bajnokok Ligája csoportmeccsen, és az akkor még csak 17 éves futballista taxival hagyta el a Camp Nou-t, ezek a felvételek pedig bejárták a világ sajtót. Pedri azóta nem csak felnőtt, de alapember is lett a katalán együttesnél, és a jövő egyik legmeghatározóbb játékosaként számolnak vele a gránátvöröskékeknél. A tenerifei születésű labdarúgó karrierje nehezen indult, ugyanis még gyerekként visszautasította egy helyi klub mondván, hogy túl kicsi és túlságosan sovány, majd 2018-ban a Las Palmas U19
2019-es csapatába igazolt, és tehetségét jól jelzi, hogy itt csupán egy szezont húzott le. Egy évvel később ugyanis már a felnőtt együttes berúgta a bőrt. 16 esztendősen ő lett a Las Palmas történetének legfiatalabb gólszerzője a spanyol másodosztályban, és sikerült magára irányítania a Barcelona figyelmét is, amely 5 millió eurót fizetett érte, de a következő szezont még kölcsönben a Kanári-szigeteki csapatnál töltötte. A 2022-23-as idényben pedig már az Andrés Iniesta által legendássá vált 8-as meszt fogja viselni, ami egyértelműen jelzésértékű, hogy miképp terveznek Katalóniában a 19 éves játékossal, akinek 2026-ig van szerződése a gránátvöröskékekkel. Azt nem tudni, Pedri hasonló utat jár-e majd be, mint Iniesta, vagyis Európán belül egyáltalán nem vált klubot, de ha mégis így lenne, biztos, hogy a Barcelona jókora összeget keresett majd az esetleges eladásával, hiszen a Transfermarkt már most 80 millió euróra becsüli az értékét, de ez a kontraktusa idejétől függően szinte biztosan több lenne, mint 100 millió. Második, Declan Rice. A 23 esztendős angol középpályásért már most sorban állnak a Premier League legnagyobb klubjai. Sokan a következő Frank Lampardot látják a West Ham United játékosában, és a hasonlóság nem csak abban merül ki, hogy a Chelsea legendája is a kalapácsosoknál kezdte profi pályafutását. Igaz, Lampard a West Hamnél töltött évei után igazolta a londoni kékekhez, míg Rice a gyerekkorát már a Stamford Bridge-en töltötte, hiszen 7 évesen csatlakozott a Chelsea-hez, majd egészen 2014-ig 8 éven át erősítette a fővárosiakat. Nem véletlen, hogy a legtöbbet szóba hozott klub vele kapcsolatban Thomas Tuchel együttese. És ugyan a Manchester United is szeretné megszerezni Rice játékjogát, a pletykák szerint a West Ham védekező középpályása még egy évet marad a kalapácsosoknál, és szóban már megegyezett a vezetőséggel, hogy csak a következő szezon végén távozik a csapattól. És mivel a Premier League-ről és egy angol játékosról van szó, akinek a Transfermarkt már most 80 millió euróra taksálja az értékét, nem véletlen, hogy 120 és 150 millió euró közötti összegű átigazolás lehet hallani az esetében, amivel, amennyiben valóban ennyiért vált majd klubot, a PL történetének legdrágább angol futballistája lehet. Túlszárnyalva honfitársa Jack Grealish transferdíját, akiért 2021 nyarán 117,5 millió eurót fizetett a Manchester City. Első, Jude Bellingham. Pedrihez hasonlóan Bellingham is még csak 19 éves, de már 80 millió euróra taksálják az árát. A Dortmund 2020-ban a Birmingham City-től szerezte meg a középpályást, méghozzá 25 millió euróért, ami abból a szempontból világrekordot jelentő átigazolási díjnak számított, hogy ekkora összeget soha nem fizettek még ki egy 17 esztendős játékosért. A Borussia pedig nagyot fogott vele, hiszen Bellingham hamar vezéregyéniségé és a szurkolók egyik kedvencévé nőtte ki magát a sárga-fekete mezes csapatban, ahol az előző idény olyan jól sikerült számára, hogy nekiítélték oda a Goal.com nevű portál által létrehozott NXGN díjat, amit minden évben a világ legjobb fiatal labdarúgója érdemel ki. A Dortmundban nyújtott kimagasló játékának köszönhetően már az angol válogatottban is bemutatkozhatott, és a 2020-as debütálása óta már 15 alkalommal ölthette magára a címeres mezt. Nem is lehet azon csodálkozni, hogy több európai sztárcsapat is fenni rá a fogát, de legfőképp a Liverpoolt és a Real Madridot szokták emlegetni vele kapcsolatban. Állítólag mindkét klubnál ő lesz az első számú célpont a 2023-as nyári transfer szezonban. A megszerzéséhez azonban bizonyosan bankot kell majd robbantania annak az együttesnek, amely a soraiban akarja tudni Bellinghamet. A Dortmund ugyanis a hírek szerint 120 millió eurós árcédulával látta el a fiatal játékost. Ez volt tehát az a 10 játékos, akik szerintünk a jövőben egy 100 millió eurós transfer részesei lehetnek. Ha van olyan játékos, aki nem szerepel a listánkon, de szerintetek helye lenne rajta, akkor azt írjátok meg a videó alatt kommentben. Ha pedig tetszett az összeállítás, akkor nyomjatok rá egy lájkot, és további focival kapcsolatos tartalmakért iratkozzatok fel a csatornánkra.